A cserháti csarnokban a 10-12 éves fiúk készülnek, mely amellett, hogy kemény tréningeket jelent, összekovácsolja a csapatot is. 21 fő játszik most itt ebbe a táborba, főleg 2003 és 2006 között született fiúk. Készülünk ezzel az edzőtáborral a következő évi U12-es, U10-es csapatjátékainkra, mérkőzéseinkre, amit szeptember végén fogunk elkezdeni a 2015-ös, 2016-os idényben. Reméljük, hogy ugyanolyan jól fognak majd szerepelni, mint a tavalyi évben, bár ezek a fiúk most már egyel nagyobb korosztályban játszanak, és nagyobb lelkesedés, nagyobb erő szorult beléjük most már, mint a tavalyi évben. Nagy változás volt a tavalyi éhez képest, hogy idén már több korcsoportunknak volt edzőtábora, van edzőtábora, így emellett van még az U9-es fiúknak, az U10-es lányoknak, az U13-as lányoknak és az U15-ös, 7-es serdülő lányoknak, serdülő fiúknak szintén edzőtáboruk. A 12 éves Peti Soma kézilabda iránti lelkesedése határtalan. Azt szeretem benne, hogy nagyon dinamikus, és sokat lehet fejleszteni az izmokon is. Nagyon fejlesztő sport. Kell gyakorolni hozzá sokat a lövést, futni is jól kell hozzá. A cserhátiban tréningező fiúk az Ákányi Bálint régió bajnokságában szerepelnek majd, ahol tavaly a legjobb 6 közé kerültek.